Sopron Lombard. Két héttel ezelőtt, szeptember 2-án találkozott egymással a két csapat, akkor Tatabányán ezt a mérkőzést az első fordulóból halasztották el a Lombard Intertotó szereplése miatt. Az ilyen meccsek kapcsán nekem azt szokott eszembe jutni, hogy nagyon fontos egy csapat életében, hogy a rangadók előtt, mert hogy ez egy vidéki rangadó, a meghatározó játékosok milyen teljesítményt nyújtanak. A Sopronban meghatározó játékos mondjuk Somogyi József, a Lombardnál pedig Vince István. Tatabányai szöglet, 16. perc, Jeremeje vagyja be, jönnek a rövid oldalon. Süveges tolta meg, pontatlanul. Megint Jeremeje vagyja be a szögletet. Egy fejes, körülbelül másfél méterrel ment mellé. Kovács, vajon hova teszi? Sehova, Somogyi. Jöhet a Sopron, Sira, ez jó. Reisinger, most van egy kis terület a soproniak előtt, de ez a labda hosszú, viszont így veszélyes gól! Szabó lépett bele! Nem is Szabó Viktor volt az, bocsánat, hanem Szalma. Szalma öngóljával vezet a Sopron a 29. percben. Eléri még Preisinger a vonal előtt, Szalma lép oda, de Preisinger kicselezi Szalmát. Preisinger még? Gelei véd. Kovács mehet. Kovács, Vince. Vince aktívan játszik, Vince lő! Borsi szépen védett. De még mindig ott van. Tüske, belelép Somogyi. És még mindig nem szabadul fel a soproni kapu. Süveges luftot rúg. Ismét elsüveges. Látták. Jeremejev. Áthámozza magát pergeréken. Jeremejev Vincének. Vince a legveszélyesebb tatabányai. Vince, jól kever Vince, jobban lövi el, belelép Horváth, ott marad süvegesnél, gól! Ugyanolyan szerencsés gól, mint amilyen szerencsés gólt a Sopron lőtt. Ez nem öngól, de azzal, ahogy Horváth belelépett a labdába, gólhelyzetet teremtett süvegesnek. Süveges pedig több reménytelen próbálkozás után ezúttal jól találta el a labdát. Takács. Jól fordul a Cseridől, Takács még, Cseri csúszik be, jön Somogyi, nagy lövés volt, Gelei védte, Preisinger pedig eltöri a labdát. Árki megtartja a labdát, Jeremeje, ez jó Vargának. Varga eléri még a vonal előtt, beadja Varga, Vince lő, nem sokkal ment mellé, Borsi csak nézte, miként az egész soproni védelem is csak asszisztált. Az első tatabányai szöglet a második fél időben. Jeremeje adja be. Jön Borsi, de alá szalad, ott marad a labda. Szalma gól! Vezet a tatabánya. Hatalmas kapus hiba. Borsi alá szaladt a szögletnek. A labda oda kerül Szalma elé, aki az öngólja után most már az ellenfél kapuját is beveszi. A második félidő 15. percében vezet a tatabánya 2-1-re. Somogyi. Takács, vissza Somogyinak, kapás lövésre, Somogyi nagyon nagy gól! Gyönyörűen csinálta Somogyi, bal belsővel, felcsavarja a labdát a jobb felső sarokba, miután visszakapja Takácstól. A mérkőzés eddigi legszebb jelenete, szép gól volt, 2-2. Sira, ez jó labda Takácsnak, Takács még. A bal oldalon ott az üres ember, meg is látja őt Takács. Horváth Sándor. Horváth Sándor beadja. Fejes! Gól! De micsoda gól! Bausz! A cserejátékos! Megszerzi a vezetést a Sopronnak a 72. percben. Két perc alatt megfordította a mérkőzést a Sopron. Somogyi adja be a szögletet. Jönnek a hosszú oldalon. Ez nem volt jó fejes, Sira. Gelei már is kidobja a labdát Zsirákádzének. Zsirákádze indul. Nem nagyon van segítsége Zsirákádze. Potemkin felé. Vince jön, Vince! Ellövi gól! Vince István klasszis gólt rugott, fordulásból. Nem vették elég komolyan Vincét. Vince István már az 5. gólját szerezte így a bajnokságban. És ezzel 3-3 az eredmény. Szabó Viktor.
Kovács Attila jön, Vince István, Vince még, Vince, megint mekkora gólt rugott, egy percen belül, Vince István, a bal felső sarokba lövi a labdát, 4-3-ra vezet a Tatabánya, szenzációs lövés volt. Borsi egyből kirúgja, kevés az idő. Nem akarta azzal húzni Borsi, hogy felviszik a labdát. Viszont megint a Tatabányájé. Vince. Vince. Kovács Attila gólhelyzetben. Kovács! Oldalhálót lő. Lejárt már a rendes játékidő. 25 méterről. Somogyi végezhet el szabadrúgást. Somogyi ellövi. Gelei! Az volt a szerencséje, hogy középre ment a labda. Szöglet, volt-e már ilyen, Pista, hogy egy percen belül két gólt lőttél, és ezzel megfordítottál egy meccset? Nagyon régóta futballozom, de ilyen még nem fordult elő velem. Győztes gólt rúgtam, 4-3-ra nyertünk vele, de ilyen még azért nem fordult elő. Jobb volt a Tatabánya ezen a meccsen, vagy szerencsésebb volt? Jobb is, és hát játékban is jobb volt szerintem. Sokkal jobb focit játszottunk, mint a Sopron, akik csak hát ívelgették, próbálták meg mögén kívánni a labdát. Azt hiszem a futballt ma mi játszottuk. Kétszer is vezetett a csapata a mérkőzésen, mégsem sikerült nyerni. Ön hogy látja, milyennek az oka? Én úgy gondolom, hogy a csapat megijedt attól a tudattól, hogy akár meg is verheti a Tatabányát, amit azért csodálkozom, mert az egész héten erről volt szó, hogy nem szabad és nagyobb hittel kell játszani. Kicsit tartalékosak voltunk, ez is indokolja, de még egyszer mondom legfőképpen az, hogy elég súlyos és durva egyéni hibák voltak, amiket nem tudtunk már korrigálni. Nem lehet, hogy egy kicsit elragadta a Héva csapatot 3-2-nél? Elindultak fejetlenül előre? Hát nem, hinném, nem, hanem ott a szöglet volt, tehát egy szögletből azért nem illik gólt kapni, nem ment el a labda messzere, és a Gelei nagyon rutinosan kidobta, és nagyon remélem, hogy nem fordul a csapat ellen a közönség, itt pár hang volt, és értékelik azt, hogy a csapat küzdött, hajtott, és hát azt kell mondanom, hogy egy jobb csapat vert meg, csak azért kár, mert a bravúrhoz közel voltunk ismét. Egy ilyen fordulatos mérkőzést egy edző, jelen esetben ön, hogy él meg a kispadon? Hát öregszik, szívinfarktus, agyvérzés, mert lát olyan hibákat, amiben nem tud beavatkozni, és tehetetlen. A lényeg viszont, hogy Vince István egyre jobb formában, és még mindig csak 34 éves.